Jó reggelt! Sziasztok, drága tesók! Látom, hallom, nem tudom, miért oda sokasodnak. Tereld be őket, légy szíves, Péter. Szia, Dal. Szóval, csalóka ez az idő, nem? Olyan gyönyörűen süt a nap, és közben meg ez a sarki hideg, ne? Úgy várom a tavasz, de állítólag most beszéltem a testvérhölgyel, hogy még hó is várható hamarosan. Igen, hógolyózunk majd március 15-én, mint pár évvel ezelőtt. Na hát, örülök, hogy együtt lehetünk, és hogy az Úr elé jöhetünk. Szeretném, hogyha imával kezdenénk ezt a ma reggelt. Mennyi atyánk, nagyon hálás a szívünk, hogy élhetünk, hogy a te kegyelmedben élhetünk, és hogy hozzád tartozhatunk, Uram. Köszönjük, Uram, hogy volt egy pont az életünkön, amikor így megnyertél minket magadnak. Amikor melletted dönthettünk, és Uram, életünk legjobb döntése volt. És Uram, szeretnénk most is ragaszkodni hozzád, és azért is jöttünk, Uram, mert szeretnénk jobban megismerni téged. Kérlek, áld meg ezt a reggelt, és így járd át ezt az időt számunkra, Uram, hogy valahogy tényleg a gondolataink minden szempontból feléd irányuljanak, és hogy hallhassunk tőled. Kérlek, áld meg a közösségünket, áld meg a dicsétésünket, áld meg az imádságot, Uram. És mindazt, amit, Uram, látunk az igéből, hogy mintaként adtál számunkra a gyülekezetnek. Szeretnénk az igédet is tanulmányozni, és engedelmeskedni annak, ami ott oda elénk teszel, a szemünk elé. Minden egyes ember, aki ma itt lesz, Uram, hadd menjen úgy tovább, hogy Isten érintése van az életén. És Uram, azért is imádkozunk, hogy ebben a zűrzavaros világban pontosan tudjuk, hogy hol a helyünk. De sokszor ezt akarja az ördög leginkább kijátszani, hogy így összekavarodik előttünk a kép, hogy miért vagyunk itt, hogy kik vagyunk, hogy hová tartunk, és csak szeretnénk, ha ez újra tiszta lenne a szemünk előtt. És nagyon hálásak vagyunk, Uram, hogy egy ilyen zűrzavaros időben mi a kősziklán állhatunk, ami nem inog meg a lábunk alatt. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Dicsőítsünk együtt. Terveztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárányt, hogy ne ajándékoznál mindent nekem. Jót terveztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárányt, hogy ne ajándékoznál mindent nekem. Jót terveztél. Jót terveztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárányt, hogy ne ajándékoznál mindent nekem. Mielőtt megszülettem, te már elhívtál, szerelmed mint napfény. Kegyelmed örökké tart, sosem múlik el, fiaddá fogadtál. Jót terveztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárányt, hogy ne ajándékoznál mindent nekem. Jót terveztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem adtad Jézust a bárányt, hogy ne ajándékoznál mindent nekem. Jézusban fiad vagyok, szeretett gyermek,
lettél az igaz gyöngy, aki ért élem. Semmi nem választ el a te szerelmetől, te vagy már örökségem. Jót terveztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Értem azt ad Jézust a bárány, hogy ne hajándékoznál minden nekem. Jót, igen, jót! Jót, igen, jót, igen, jót, igen, jót terveztél, jót, igen, jó, jót terveztél. Jót, igen, jót, igen, jót, igen, jót terveztél, jót, igen, jó, jót terveztél. Jót terveztél az életem felől, szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem. Te adtad Jézust a bárány, hogy ne ajándékoznál minden nekem. Hogy ne ajándékoznál mindent nekem. Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmet és féltő szereteted. De te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál. Nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem. Nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki más, amíg csak élek. Ó, áldom, nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki más, amíg csak élek. Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmet és féltő szereteted. De te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál. Nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem. Áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki már, amíg csak élek. Ó, áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki más, amíg csak élek. Ó, áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, senki mást, amíg csak élek. Ó, áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, senki mást, amíg csak élek. Áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, senki mást, amíg csak élek. Ó, áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, senki mást, amíg csak élek. Kezem felemelem,
hogy várok rád, neved vigasz nekem. Úgy várok rád, azért jöttem elé, hogy áldjalak, minden szavam kevés. Kezem felemelem. Kezem felemelem. Úgy várok rád, neved vigasz nekem. Várok rád, azért jöttem elé, hogy áldjalak, minden szavam kevés. Mert te vagy a király, minden szem egyszer meglát, minden nép hozzád kiáll. Kérlek, jöjj, várunk rá. Kezem felemelem. Kezem felemelem. Úgy várok rá, neved vigasz nekem. Úgy várok rád, azért jöttem elé, hogy áldjalak, minden szavam kevés. Mert te vagy a király, minden szem egyszer meglát, minden nép hozzád kiáll. Kérlek, jöjj, várunk rád. Szent vagy, Uram, szabadító. Szent vagy, Uram, Istenem. Szent vagy, Uram, szabadító. Szent vagy, Uram, Istenem. Kezem felemelem, neved vigasz nekem. Úgy eljössz hozzám, kegyelmeddel, Atyám. Kezem felemelem, neved vigasz nekem. Úgy eljössz hozzám, kegyelmeddel, Atyám. Mert te vagy a király, minden szem egyszer meglát, minden nép hozzád kiáll. Kérlek, jöjj, várunk rá. Kérlek, jöjj, várunk rá. Várunk rá. Szent vagy, Uram, szabadító. Szent vagy, Uram, Istenem. Szent vagy, Uram, szabadító. Szent vagy, Uram, Istenem. Nekem, úgy eljössz hozzám, kegyelmeddel, Atyám.
atyám, mert te vagy a király. Minden szem egyszer meglát, minden nép hozzád kiáll. Kérlek, jöjj, várunk rád. Megdönthetetlen bástya lelkem, egyetlen biztos vár a neve, legyen népek imádsága, segítségül hívom meg, Jézus nevedben kérünk. Jézus nevedben kérünk. Tölts fel lelkeddel szívünk. Nyerjünk új erőt, hitet, meg szentelem neved. Neved. Megdönthetetlen bástya lelkem, egyetlen biztos vár a neved. Legyen népek imádsága, segítségül hívom meg, mert neved. Megdönthetetlen bástya lelkem, egyetlen biztos vár a neved. Legyen népek imádsága, segítségül hívom meg, mert neved. Megdönthetetlen bástya lelkem, egyetlen biztos vár a neved. Legyen népek imádsága, segítségül hívom meg, mert
szent neve. Tő tervedben engem is akartál, hozzám annyira hű voltál. Még hangot sem adtam, felettem daloltál. Hozzám annyira a jó voltál. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szeremen. Ó, hogy üldöz engem, harcol értem, és nem adja fel. Nem én kerestem, nem érdemeltem, mégis minden enyém lett. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szeremem. Ellened küzdöttem, s te értem harcoltál. Hozzám annyira hű voltál. Megromlott lelkemért mindent feláldoztál. Hozzám annyira jó voltál. És nem adja fel. Nem én kerestem, nem érdemeltem, mégis minden enyém lett. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szerelmem. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szerelmem. Ó, hogy üldöz engem, harcol értem, és nem adja fel. Nem én kerestem, nem érdemeltem, mégis minden enyém lett. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szerelmem. Meg ne másznál, utánam jöhess. Falakat ledöntesz, hazugságot tölsz meg, utánam jöhess. S hely mit fel ne tárnál, hegy mit meg ne másznál, utánam jöhess. Falakat ledöntesz, hazugságot tölsz meg, utánam jöhess.
mit fel ne tárnál, hegy mit meg ne másznál, utánam jöhess. Falakat ledöntesz, hazugságot törsz meg, utánam jöhess. Csej mit fel ne tárnál, hegy mit meg ne másznál, utánam jöhess. Falakat ledöntesz, hazugságot törsz meg, utánam jöhess. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szerelmed. Ó, hogy üldöz engem, harcol értem, és nem adja fel. Nem én kerestem, nem érdemeltem, mégis minden enyém lett. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szerelmem. Teremtő tervedben engem is akartál. Hozzám annyira hű voltál. Hangot sem adtam, te felettem daloltál. Hozzám annyira jó voltál. Uram, hálásak vagyunk azért, hogy ma is itt lehetünk előtted. És köszönöm, hogy járvány vagy háború vagy bármi van, te akkor is ugyanaz vagy, akiben bízhatunk, aki előtt leborulhatunk és imádhatjuk. És köszönöm, Uram, hogy te minden felett állsz. Felette vagy a mi személyes kis gondjainknak, a lokális problémáknak, a politikai problémáknak és mindennek. Köszönjük, hogy te betöltesz minket a te szent szellemeddel. És áld meg ezt a mai tanítást, nyisd meg a mi szívünket. Amen. No, két fontos dolog zajlik, vagy az egyik zajlik, egyik majd fog. A most hétvégén ifjúsági konferencia van Vajtán, ezért nincs itt a mi pár ifjúsünk. Szóval kérlek, tartsátok őket imában. Ez most a hosszú hétvége miatt egy 4 napos esemény nekik. És beszéltünk a fiaimmal, és mondták, hogy szuper. Tehát nagyon élvezik a közösséget is, meg Isten munkáját, szóval nagyon izgalmas. A másik pedig, hogy ma van a határideje a női konferenciára való jelentkezésnek. Hogyha erről elvileg kaptatok egy e-mailt már régebben, hogy hogy kell jelentkezni, hogyha nem tudod, akkor a budapesti Golgota weboldalán megtalálod ennek a módját. Mindenképpen, ha gondolkodol rajta, hogy igen vagy nem, akkor az igen felé hajolj, mert ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség. És a hölgyek ilyenkor csapatba mennek le, az utazás is izgalmas, meg az ott lét, a tanítás, a közösség, szóval kár lenne kihagyni, hölgyek. Szóval erre figyeljetek, ma lehet még jelentkezni. A első Timóteusi levélhez lapozzatok. A második fejezetet kezdjük el ebből a különleges levélből. No, hát ez a levél egy olyan témával foglalkozik, ami aktuális, hogy hogyan működjön a gyülekezet. Köztetek többen vannak olyanok, akiknek már nem ez az első gyülekezet, hanem jártak pár gyülekezetbe előtte máshová. Én a Golgotába kezdtem járni. Tehát nekem így nincsen ilyen nagy rálátásom más közösségekre.
őszintén megmondom, nem bánom, mert szerintem nehéz váltani. De az egy különleges dolog, amikor az ember belelát más közösségekbe, és látja, hogyan működnek. És vannak olyan helyek, ahol egy istentisztelet tud rendben zajlani, és tud cirkuszként zajlani. Tud az ige szerint működni, és tud hát ilyen határok nélkül is zajlani. És én azt gondolom, hogy Isten arra vágyik, hogy minden rendben és minden illendően történjék. Legalábbis így olvassuk a korintusi gyülekezetben. Hogy amikor Isten tisztelet van, akkor az Isten szíve az, hogy rendben legyen és illendően. Igazából ez a levél azért íródott Timóteusnak, mert sok olyan dolgot kellett rendbe tenni az efézusi gyülekezetben, ami nem volt így a helyén. És Pál ezért egy levelet ír neki, ez a kulcsige verse egyébként ennek a levélnek, hogy amíg nem érek el oda hozzád, megírom neked ezt a levelet, Timóteus, hogy tudjad, hogy hogyan kell forgolódnod Isten egyházában. Hogy hogyan zajlódjon Isten gyülekezete. Erre hallottam néhány embert, aki úgy reagál, hogy hát Isten egyháza az egy élő test. Krisztus teste. Ez így is van. És hogy egy testben nem lehet szabályokat felállítani, és nem lehet határokat, és nem lehet lekorlátozni. Mert különben hogy tudna a Szentlélek szabadon működni? Szerintem valahol igazság van ebben az állításban, abban mindenképpen, hogy a Krisztus egyháza az olyan, mint egy test, egy élő organizmus, nem egy épület, de az is igaz, hogy maga a test, az emberi test nagyon kifinomult rendszerben működik, ahol az összefüggések egy rendet alkotnak. Így működik a test. Ha nincs meg ez a rend, akkor a test megbetegszik és meghal. És ez nagyon fontos, hogy az Isten egyházában is rend legyen. Ez nem gátolja a Szentlélek munkáját. Talán ahhoz lehetne hasonlítani ezt a rendet, mint a kreszt a közlekedésben, hogy igazából fölállít egy keretrendszert mindenki számára, hogy az szerint szabadon oda elmehessen, ahova szeretne. Tehát az úti célt, az utazás nem befolyásolja, csak azt teszi lehetővé, hogy mindenki épségben és egészségben közlekedhessen. És valahol Isten egyházában is látunk ilyen szabályokat, ilyen rendet, amit Isten tett oda, hogy aztán ott abban a Szentlélek szabadon munkálkodhasson. Szóval a igazi kérdés, amit feltehetünk magunknak, hogy mit szeretne látni a gyülekezetben Isten, és erre válaszol ez a levél. Most, amikor az első fejezetet befejeztünk, odaérünk a másodikhoz. Na itt konkrétan már rátér erre a témára Pál. Ma 7 igeverset szeretnék megnézni veletek a második fejezetből, az első hetet, fölolvasom nektek egybe. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, a királyokért és minden fejevalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között. Az ember Jézus Krisztus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, és tanúbizonyságul a maga idejében. Ezért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy hitre és igazságra tanítsam a népeket. Mennyi atyám, az az imádságunk nekünk is, hogy taníts minket a te szíved szerint való gyülekezetként működni. Hadd értsük meg a te szándékaidat, és imádkozom, hogy olvassuk ezt a levelet, ahogy tanulmányozunk együtt, végezz bennünk egy munkát. Uram, hogy tudjuk hallani a te hangodat, és követni a te akaratodat. És imádkozom, hogy azzal a vízióval tudjunk előrenézni, amit te teszel a szívünkbe. Újítsd meg a te víziódat bennünk, Uram. És kérlek, folytasd a munkát mindannyiunkban. Jézus nevében. Amen. Na, szóval az első dolog, amit itt Pál kiemel a gyülekezet kapcsán, az az imádság. Nézzétek, mert azt mondja, hogy arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. Ez engem meglepett egyébként. Én ismertem az első Timóteusi levelet, de így újraolvasva meglepett, hogy a gyülekezettel kapcsolatban az elsődleges, amit megemlít, ami talán a legfontosabb része így a közös alkalmainknak, az az imádság. Én valahogy a fejemben ezt mindig máshogy gondoltam. Azt gondoltam, hogy Isten igéje a legfontosabb. De csak azért van így, mert én is, meg mindenki más is a saját szemüvegén keresztül látja a gyülekezetet. Ha valakinek az az ajándék, hogy tanítson, remélem az nekem, az elhívásom, akkor én ezen keresztül látom a gyülekezetet, és azt gondolom, hogy a Biblióra a legfontosabb, meg az Isten igéje a legfontosabb. Ha valakit Isten dicsőítésbe hív, akkor ő azt fogja gondolni, hogy hát az a legfontosabb, hogy együtt dicsőítsünk, hogy énekeljünk és magasztaljuk az Urat.
ha valaki evangélista, akkor azt mondja, hogy hát jó, nagyon szép, amit itt csinálunk, de az a legfontosabb, hogy mindenki hallja az evangéliumot. És ez mindig így lesz, hogy mindig a saját szemüvegünkön keresztül látjuk. De itt Isten szemüvegén keresztül látjuk a gyülekezetet, és ő azt mondja, hogy mindenek előtt tartsatok imádságokat, könyörgéseket, háladásokat. Ez a mindenek előtt nem gondolom, hogy sorrendet jelentene, hanem inkább fontosságot. A keresztény összejöveteleken milyen kiemelt fontosságúvá válik így a közösen elmondott ima, hogy imádkozzunk minden emberért. Pedig azt gondolom, hogy néha kiszorul a közös alkalmainkról. Tehát nem egy ilyen mindenek előtt való fontossággal bír. Ha azt mondanám, hogy 2 hét múlva közös ebédünk lesz itt a gyülekezetben, higgyétek el, hogy a legnagyobb létszámú istentiszteletek azok, amikor közösen eszünk. És én nem szólom le ezt, ez természetes valahol. De ha azt mondanám, hogy közös ima alkalom lesz, akkor sokkal kisebb a jelenlévők száma. Pedig azt mondja az ige, hogy mindenek előtt tartsatok imádságokat, könyörgéseket, hálaadásokat minden emberért. Hogy ez legyen az első, amire építitek, ami a gyülekezetben zajlik. És azt gondolom, hogy egyébként, amikor együtt imádkozunk, akkor nem csak kérünk, hanem akkor felkészülünk arra, amit aznap Isten szeretne csinálni. Észrevettétek biztos, hogy sokszor, amikor kijövök a dicsőítés előtt ide, és köszöntelek titeket, akkor együtt is szoktunk imádkozni. Mert valahol jó úgy kezdeni az alkalmat, amiről szól, hogy Isten itt van, és megszólítjuk Istent. Válaszolunk arra, amit ő tenni kíván. Jézus életében is egyébként ez egy minta volt. Olyannyira, hogy amikor Júdás el akarta őt árulni, akkor pontosan tudta, hogy hol kell Jézus keresni Jézus legnehezebb óráiban. Tudta, hogy Jézus az ima helyén lesz, a Getsemáné kertben. Tehát 3 év után már nem volt kétsége, hogy őt a nehézségeiben hol kell keresni. Mert Jézus harcolt lélekben. És ezért erős tudott lenni a próba idején. Emlékeztek Péter, aki meg Jézus hívott imádkozni, mindig elaludt és nem imádkozott. És amikor jött a próba, akkor gyengének bizonyult. Nem tudott harcolni, vagy nem jó módon harcolt. Úgy harcolt, mint egy macsó férfi, előkapta a kardját, és Jézus rászólt, Péter, gyorsan tedd el. Nem volt ereje a lelki harchoz. Valaki egyszer mondta, hogy sok ima, sok erő, kevés ima, kevés erő. És ez igaz szerintem egyénileg is, meg gyülekezet szintén is ez az egyenlet. Szerintetek van nekünk ilyen Getsemáné kertünk? Mi is így a saját életedre gondolj. Hogyha baj történik, akkor szerinted téged hol keresnének az emberek? Hova szaladnál? Van egy ilyen ima közösséged Istennel? Van nekünk gyülekezetként ilyen erős ima életünk? Én szeretném, hogy legyen, szeretném, hogy erősödjünk ezen a fronton. Itt ebben az első versben 4 kifejezést látunk az imádságra. Egyébként a Bibliában összesen 7 van, itt most 4 szerepel. 4 kifejezés arra, hogy hogyan kommunikálunk Istennel. És az első az, hogy könyörgéseket tartsatok. Tartsatok könyörgéseket. A könyörgés ez egy egyszerű kérés. Amikor kérünk valamit Istentől. Mert az ima az ennek a módja, de nem csak kérés, sokkal több annál, de a kérés egy fontos része. Emlékeztek, hogy Jézus hányszor erősítette a tanítványokban, hogy kérjetek, hogy keressetek, hogy zörgessetek. Jakab mondja az ő levelében, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek, nem jól kéritek. Hát kérjétek az aratás urát, kérjétek az Istent, és ő gondoskodik. Keressétek őt. Olyan sokszor bátorít minket erre Isten. És aki ezt teszi, az meg látja, hogy Isten milyen hűségesen válaszol a mi kéréseinkre. Nem mindig azt adja, amit kérünk, de mindig válaszol. Utána azt mondja itt, hogy tartsatok imádságokat. Na ez talán a 4 közül a legáltalános kap kifejezés. Ugye ez csak annyit jelent, csak, hogy szólni Istenhez. Amikor valaki rendszeresen beszélget Istennel. Milyen kiváltság. Aztán a következő szó, tartsatok esedezéseket. Valakinek a fordítása azt mondja, hogy közbenjárást. Mert hogy ezt jelenti ez a szó. Amikor esedezünk, akkor valaki más javára megyünk az Úr elé. Szó szerint azt jelenti, hogy közel vonulni Istenhez valaki más okán. Esedezni.
Szoktál esedezni valakiért? Könyörögni másért? Én a közbenjárásra hallottam egy ilyen szóviccet, csak hogyha valaki éppen jár, akkor mindenképpen járás közben járhat. A legjobb mód, amikor valahova megyünk, amikor az autóban ülünk, vagy valahova, vagy amikor futunk, vagy úszunk, akkor közben járhatunk másokért. Az agyunkat rá tudjuk állítani, hogy másokért imádkozunk. És az utolsó, amit mond itt, a hálaadások. Amikor kifejezzük a hálánkat Istennek. Na ebből a négyből szerinted melyikben vagy erős? És melyikben vagy talán olyan, amit erősíthetnél? Egyébként Pál, amikor a saját mintájáról, itt amikor beszél az imádságról, a saját mintáját adja át, hiszen a Filippi 4-ben is így olvassuk, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket. Mind a négy itt van ebben a mondatban. Szerintem a mai napokban, a mostani hetekben az ember sokat tudna aggódni. Lehet, hogy te sokat is aggódsz. Én magamat ismerve, én olvasva a híreket, felzaklat, amit olvasok. Nem mondom, hogy félek, de mindenképpen a lelkem ilyen nyugtalan. Azért, ami zajlik, azért, mert ami emberek átmennek, és még jobban szükségem van arra, hogy imában Isten elé menjek. És Istenbe kapaszkodjak. És hogy közben járjak olyan emberekért, akiknek a helyzetében úgy érzem, hogy tehetetlen vagyok. És annyira szeretnék segíteni. És Isten jelenleg, én úgy érzem, hogy a legtöbbünket konkrét segítségnyújtás mellett, de imára hív, hogy imádkozzunk. És ilyenkor az emberben felvetődik, hogy de, csak imádkozhatom. Ne így gondolj az imára. Azt gondolom, hogy ha valaki imában felkészült, akkor az konkrét tettekre is felkészült lesz. Tudni fogja, hogy hogy segítsen, és mikor segítsen. Na jó, de miért imádkozzunk? Itt azt mondja Pál, hogy tartsatok imádságokat, könyörgéseket, esedezéseket, hálaadásokat minden emberért. Szóval kikért imádkozhatunk így módon? Mindenkiért. Minden embernek szüksége van arra, hogy imádkozzanak érte. Vajon van olyan ember a Földön, akiért nem lehet imádkozni? Van olyan ember, akiért nem szabad imádkozni? Akiért nem kéne imádkoznunk? Hát nincs. Sokszor azt gondolom, hogy könnyű imádkozni a családunkért, a testvéreinkért, nekem a gyerekeimért, vagy szerettekért, akik tényleg ott vannak és fontosak nekünk. De gondoljátok el, hogy az Úr maga, amikor beszélt erről, így kiterjesztette ennek a határát, és azt mondta, hogy imádkozzatok még az ellenségeitekért is. Azokért, akikkel összetűzésbe vagytok. Azokért, akik zavarnak titeket. Azok, akik idegesítenek titeket. Azok, akik akaratva ártanak nektek. Imádkozzatok értük. Ez a szó, vagy ez a kifejezés, hogy minden emberért, ez azt jelenti, hogy minden emberért. Hogy nem lehet alól a kivétel. A testvéreinkért is, de egy csomó olyan emberért, aki még nem ismeri az Urat. És innentől kezdve ez az ima, ez egy evangelizáló ima lesz. Valaki egyszer nekem azt mondta, és mélyen felszaklatott, hogy nem kell imádkozni azért, hogy valaki megtérjen. Mert hogy Isten azt majd intézi. Hát én nem értek vele egyet. Én azt vettem észre, hogy minden egyes megtérés történetben, jó, nem hallottam mindenki megtérés történetét, de a minta az volt, hogy valaki más imádkozott azért az emberért. Tehát Isten az imáink mentén munkál más emberek életében, hogy megtérhessenek. Igenis van jelentősége, és Isten hív arra, hogy evangelizáló imákat mondjunk el. Aki még nem ismeri az Urat, hogy megismerhesse. De kérlek, imádkozz a vezetőidért, imádkozz a lelkipásztorodért. Imádkozz a gyülekezetedért. Imádkozz a szolgálókért. Imádkozz azért a személyért, aki most, ha van gyermeked, a gyermekedet tanítja itt a gyerekszoliban. Imádkozz minden emberért. És így gondolkozz rajta, hogy ki kerülhetne föl az imalistádra. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy imádkozol 7 milliárd emberért, vagy 8-ért, nem tudom hány ember él most a Földön. Meg nem irázhatjuk le, hogy jó Uram, akkor most minden emberért imádkozom, áldj meg mindenkit, ámen. Nem, hanem sokkal konkrétabban, hogy kik azok a személyek, akit Isten a szívedre helyez. Amikor Isten népe rááll az imára, akkor Isten áldásai bővölködnek. Remélem, hogy elhiszed ezt. Amikor Isten népe rááll arra, hogy imádkozzon, akkor
Isten áldásai bőségesen kiáradnak. Szerintem ezekben a napokban egy triviális ima, amit mindannyian imádkoztatunk, hogy imádkozunk békéért. Jeremiás írta azt a saját népének, Izraelnek, amikor Babilonban volt, a Jeremiás 29.7-ben olvassuk, hogy imádkozzatok azért a népért, aki fogságban tart titeket. Izrael éppen Babilon fogságában volt. És azt mondta, hogy imádkozzatok ennek a népnek a javáért és jólétéért. Imádkozzatok ennek a földnek a békességéért, mert ez a ti javatokra lesz. Hát biztos, hogy nem ezt gondolta Izrael zsigerből, hanem hogy mi itt vagyunk ezen a helyen, minket fogva tartanak, csak hadd szabaduljunk ki, és átok Babilonra, átok rájuk. De Jeremiás megfordította. Imádkozzatok a fogvatartóitokért. Imádkozzatok, akik most nyomorgatnak titeket. Hát pont azért, hogy ezen a földön jó dolgotok legyen. Most egy katasztrófa helyzet van Ukrajnában. Egy háborús helyzet van pár száz kilométerre tőlünk. Pár nappal ezelőtt, nem tudom, hallottátok-e, de már Nyugat-Ukrajnában is megszólaltak a légiriadók. Ott is bombázások történtek. Nagyon közel hozzánk. Imádkozzunk. De azt szeretném mondani, hogy imádkozzunk az orosz népért is. Azért, aki ezt a bajt okozza. Mert azt gondolom, hogy ők is az ördög csapdáinak elszenvedői ebben. Mert nem test és vér ellen van tusakodásunk, nem egy nép az ellenség, hanem az ördög és az ő mesterkedéseit látjuk kiteljesedni ezen a földön. Imádkozzunk békéért. Buzgón imádkozhatunk a térdeinken, vívhatjuk ezt a csatát mi, ahhoz nem kell fegyvert ragadni. Szerintem Dániel könyve egy nagyon erőteljes könyv. És hogyha észreveszitek, hogy Dániel egy sorsfordító ember volt, megfordította az ön népének a sorsát, pedig nem volt hadseregparancsnok, nem volt országvezető, senki nem kérdezte az ő véleményét szavazáskor, ő egy ember volt, aki imádkozott. Ő egy imaharcos volt. És dolgok átfordultak az ő imája mentén. Azt mondja egy Pál Timóteusnak, hogy amikor összegyűltök gyülekezetként, imádkozzatok, és imádkozzatok minden emberért, és konkrétan azt mondja, hogy királyokért és minden feljebb valókért, hogy nyugodt és csendet életet élhessünk teljes Isten félelemben. Királyért? Tudod, hogy ki volt a király akkor, amikor Pál ezt írta? Ki volt a római császár? Néró. Milyen kedves ember, nem? Hát imádkozzat te kedves vezetődért. Hát dehogy volt kedves ember? Egy zsarnok volt. Egy véreskezű uralkodó. Egy keresztény üldöző, aki sok testvérünk haláláért volt felelős. És mit mond Pál? Imádkozz egy ilyen emberért. Imádkozz a vezetőidért. Miért? Azért, hogy csendes életet élhessünk. Jézus így mondta ugyanezt, szeress fele barátodat, imádkozz érte, aki üldöz téged, hogy így a mennyei atya fiainak bizonyuljatok. Mert Isten ugye nem elpusztította az ellenségeit, mi is egykor ellenségekként éltünk, elidegenedve Istentől, de miket megnyert magának Isten. Felénk fordult. És ha én őt követem, Jézus Krisztust, akkor ő az elmémben és szívemben ugyanezt el akarja végezni. Hogy tudjak imádkozni még az ellenségemért is. Plusz oda teszi, hogy hát ez a te érdeked, Tamás. Ez a te érdeked is. Mert akkor csendes és nyugodt életet élhetsz. Imádkozz a vezetőidért. Ennek is külön aktualitása van, mert hogy választáshoz közeledünk. Imádkozz a vezetőidért. Egyébként a korai keresztényeket az a vád érte sokszor, hogy állam ellenesek, hogy császár ellenesek, hogy a törvény ellen vannak, pedig pont az ellenkezője igaz, hogy az ige azt tanította nekik Pálon keresztül, hogy tartsd tiszteletben a törvényeket, amit itt a földön hoznak, hogy imádkozz a vezetőidért, hogy legyél jó állampolgár, egy keresztény, Isten szíve szerint jó állampolgár, aki fáradozik a népe javáért, az országa javáért, és imádkozik a vezetőiért. Én nem tudom, hogy hogy tekintesz a mostani vezetőkre. Nem is akarom ezt így megbeszélni veled itt, mert csak feszültséget szülne. De fontos a véleményed, nem ezért mondom. De
a véleményettől és a pártállásattól függetlenül mondja azt az ige, mindannyiunknak mondja, hogy imádkozzunk a vezetőkért most, és akik majd jönnek ezután. Imádkozz a vezetőkért most, meg akiket majd megválasztanak áprilisban. Mert ez az érdekünk, hogy csendes és nyugodt életet élhessünk. Isten félelemben. Sőt, nem csak azt mondja, hogy imádkozz érte, mert azért imádkozni sokféleképpen lehet egy vezetőért. Hogy ó, az a marha, uram, adj neki bőkessége. Szóval így is lehet imádkozni, de azt mondja, hogy adj érte hálát. Na, az miért más tészta, nem? Oh, az agyamra megy az ember. El se hiszem, hogy már megint. És azt mondja, hogy imádkozz érte hálaadással. Egy korai egyházatya az első században, amikor egyik egyház üldöző császár követte a másikat, ezt írta az egyháznak, ezt írta a testvéreknek. Imádkozzatok a császárért. Imádkozzatok a családjáért. Imádkozzatok, hogy jól menjen a gazdaság. Hogy erős maradjon a kezében a katonaság. Imádkozzatok neki új ötletekért. Hogy áldás legyen rajta. Mert ha rajta áldás van, az nektek is jó lesz. Szerintem, hogyha imádkozunk a vezetőkért, akkor a legjobb motiváció az lehet, hogy legyenek jó vezetők, és hagyjanak minket békén. Tehát, hogy hadd csináljuk, amire Isten vezet minket. Nem várunk tőlük támogatást, nem várunk államba, hogy képviseljenek minket a parlamentbe, és csak azt szeretnénk, hogy hagyjanak békén minket, hogy azt élhessük, amire Isten hívott. És ezért imádkozunk értük. Egyébként érdekes dolog, hogy Pál idején a kereszténység még nem volt úgy erősen üldözött. Sokan akkor a kereszténységre úgy tekintettek, mint a zsidó vallás egyik mellékágára. És a zsidó vallás az egy megtűrt vallás volt, egy legitim vallás volt a Római Birodalomban. Aztán később, egy-két századdal később kezdődött a véres üldöztetés. Egyik hullám a másiknak. Egyébként nem egyszerre zajlott a birodalomban, hanem helyenként és különböző hullámokban. De nagyon intenzív volt. És képzeljétek el, hogy a negyedik századra egyik pillanatról a másikra az egész átfordult. De úgy, hogy tegnap még üldözték az egyházat, a következő másnapon pedig bevették a legitim egyházak közé a kereszténységet. És két év múlva, tehát egy nagyon-nagyon rövid időn belül pedig államvallás lett a kereszténység. És igazán ez okozott fejtörést a keresztényeknek. Annyi ideig megtanultak üldöztetésben élni, hogy utána hirtelen nem tudták, hogy milyen preferált egyháznak lenni. És onnantól kezdve elindult a lejtőn. Sokat gyengült a kereszténység akkor, amikor az volt az államvallás. Én abszolút nem arra számítok, hogy azon fog múlni a mi jólétünk, hogy egy keresztény vezető lesz-e a parlamentben. Örülnék neki, de nem ez a reménységem. Az én reménységem az, hogy akárki lesz ott, azért én imádkoztatom, és Isten munkálkodni fog az ő életében. Ezt mutatja az ige mintaként. És hogyha lesz ott egy vezető, aki nem ismeri az Urat még, akkor imádkoztatok azért, hogy megismerje. Hogy megismerje az igazságot. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Na ez az indok. Szóval ezért kell így imádkozni, mert maga Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Minden ember megismeri az igazságot. Na jó, de gondolkodjatok egy picit, akkor miért nem tér meg minden ember automatikusan, hogyha Isten azt szeretné? Ha ez Isten akarata. Hát nem Isten akarata valósul meg? Szoktuk mondani, hogy mindig Isten akarata valósul meg. Hát igen. De Isten az ő vágya és akarata mellé ott hagyta helyként az ember szabad döntését. Hogy az ember eldöntheti. Azt mondta Jézus, hogy ha valaki hozzám jön, én azt semmiképpen nem küldöm el. Hogy itt ott van Isten üdvözítő akarata, de megvárja Isten, hogy valaki hozzájöjjön. Hogy megengedi, hogy valaki döntsön ellene, vagy mellette. Különben nem működik az a fajta kapcsolat, az a szeretet alapú kapcsolat, amire ő vágyik. Mert ő nem uralja felül a mi akaratunkat. Ő nem robotokat alkotott. Ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és ezért munkálkodik, és vár, és türelmes. Arra, hogy minden ember eljusson az igazság megismerésére.
Szóval imádkozzunk minden emberért. Ki az, akire azt gondolnád, hogy hát ő érte nekem a legnehezebb imádkoznom? Ki az a név, aki most eszedbe jutott? Putyin, imádkozz érte. Így van. Vannak olyanok, akire azt gondolnák, hogy veszed fejszennyele. Nem. Imádkozzatok érte. Mert egy az Isten, és egy a közbenjáró is Isten és emberek között az ember Jézus Krisztus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, és tanúbizonságul a maga idejében. Annak, hogy imádkozunk mindenkiért, van egy alapja. Van egy oka. Mégpedig az, hogy minden embernek a megtérés története valahol közös. Ugyanaz a mód, hiszen csak egy mód van. Azt mondja az ige, hogy egy az Isten, és egy közbenjáró van Isten és ember között, az ember Jézus Krisztus. A mai embert sok ideológiával tömik. Sok hazugság terjed. Például, hogy minden út Istenhez vezet. Csak legyen a szíved őszinte, legyen a vágyad ehhez, hogy megtaláld Istent, és akkor mindegy, hogy merre indulsz, előbb-utóbb megtalálod. Hát nem. Nem. Ez nem az én véleményem, hogy nem. Én szívesen mondanám rá, hogy hát jó, legyen így. De nem így van. Mert Jézus mondta azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki más nem vezet az atyához. Csak is én. Senki máson keresztül nem jut az atyához, csak is rajtam keresztül. Nincs sok út, nincs több út, nincs két út, csak egy út van. Ha valaki szeretne az atyával kapcsolatba kerülni, akkor ez Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. Ez olyan egyértelművé teszi Jézus szavai, és olyan exkluzív. Már olyan exkluzív, hogy sok embernek emiatt van baja ezzel. Tegnap beszélgettünk Sárival, hogy hát, ha próbáltunk nem hívő fejjel gondolkodni, hogyha valaki odajönne hozzá, és azt mondaná, hogy de hát térj meg, és csak Jézus Krisztuson keresztül lehet, mert ha nem, akkor elkárhozol. Nincs más mód. Ez egy nagyon felkavaró üzenet, hogy ilyen, ennyire le van szűkítve az út. Sokan mondják is, hogy ó, ti olyan szűklátókörűek vagytok keresztények. Mert ha valaki nem hisz Jézusban, akkor elkárhozik, és elvész, és a pokolba megy. De hát ezt nem én találtam így ki. Kicsit fordítva kell nézni szerintem, hogy mi lett volna, ha nincs is út. De hál' Istennek, hogy van. Mondja erre, hogy nem fair, hogy nem választhatok, hogy nem dönthetem el. Gondold végig, hogy az atya odaadta az egyszülött fiát, az ő ártatlan fiát. Elküldte erre a földre, hogy odaálljon a büntetés helyére, a harag helyére helyettem. Hogy a vérével kifizesse a büntetést. Hogy én megmenekülhessek. Én nem adtam volna oda a fiamat senkiért. De ő odaadta, értem. Hogy megmentsem. És erre már így nem az jut eszembe, hogy ó, az nem fair. Hogy nincs két lehetőség, hogy nincs csak egyből lehet választani. Hála Istennek, hogy van út, hogy van közbenjáró, hogy van rá mód. Szeretném valamire itt fölhívni a figyelmeteket, egy nagyon érdekes részlet. És egy fontos gondolat, hogy azt mondja, hogy nincs más közbenjáró Isten és ember között, mint az ember Jézus Krisztus. Jézus Krisztus emberré lett, a Szent Háromság második személye, a fiú, belepréselte magát egy emberi testbe, ott Betlehemben, és emberi testében büntelenül élt, és felment a keresztfára, és meghalt, és utána harmadnapra feltámadt. És általában azt szoktuk gondolni, hogy igen, ennyi. Ennyi volt az ő emberi léte, pedig nem. Jézus ma fönn van a mennyben, ott ül az atya jobbján, és közben jár értünk, és ott a mennyben egy ember ül. Az ember Jézus Krisztus. Jézus ma is teljesen Isten, és teljesen ember. És az marad az örökké valóságig.
Nem csak 33 évre vette föl az emberi testet, nem csak 33 évre szűkítette bele magát a mi emberi sátrunkba, hanem örökké. Nem semmi. Nem csodálom, hogy ha majd odaállunk az Atya elé, és látjuk Jézust, mint a megöletettet, akkor leborulunk a térdünkre, és imádjuk őt. De ezt már itt is elkezdhetjük. Amikor meglátjuk majd azokat a sebeket, amit értünk kapott, mint a bárányt, akit levágtak, akkor ez dicsőítésre indít minket. Ő az, aki váltságul adta önmagát minnyájunkért. Tudom, hogy ezt már nagyon sokszor hallottad. Sokszor beszéltünk erről. Hogy Jézus önmagát adta, váltságul miértünk. De egy pillanatra gondolkozz velem erről. Hogy Jézus nem a pénzét adta, nem az idejét adta, nem a hatalmát, nem adott a dolgaiból, sőt, értsd jól, még nem is csak az életét adta oda, hanem önmagát. Adhatja ezeket a dolgokat valaki úgy is, hogy nem adja önmagát. Adhatja egy katona az életét egy ügyért, de hogy nem adja önmagát. Ő egy zsoldos, ő véghez visz egy feladatot, de Jézus nem ilyen volt. Hanem odaadta magát önként, odaadta magát szívből, odaadta magát teljesen, odaadta magát örömmel, odaadta magát teljesen, értem. És mindnyájunkért, hogy megfizesse a váltságdíjat, hogy kiszabadítson téged és engem, hogy kifizesse a rabszolga árát, kifizesse a halál árát, a bűnnek az árát. Ő vállalta a büntetést. Ennek a rövid igerésznek, amit ma veszünk, van egy kulcs szava, ami újra és újra visszatér. És ez a szó, ez a minden. Imádkozzatok minden emberért. Az Atya azt szeretné, hogy mindenki üdvözüljön, és Jézus Krisztus váltságul odaadta önmagát mindannyiunkért, mindenkiért. Mert a kereszt az minden ember váltsága. Minden egyes emberi. Ő a közbenjárónk, és ő a képviselőnk. Sőt, az ige úgy hívja, hogy ő a védőügyvédünk. Ő a megváltónk. A Zakariás 3-ban van egy nagyszerű történet, amikor Josua főpap odáll az Isten elé. És azt írja az ige, hogy odaállt, és a ruhája olyan volt, mint egy koszos öltözet. Az ő főpapi ruhája, aminek hófehérnek kellett volna lenni, az tele volt foltokkal, tele volt szenes nyomokkal. És azt mondja róla ott a vádló, hogy nézd, itt a te főpapod, mint egy tűzből kiragadott üszkös fadarab. Azt tudjátok milyen, amikor megfogjátok, és rátok ragad az a nagyon apró hamu, és még lemosni se lehet. Valahogy olyan... Na, így állt ott Zakariás. Vagy így állt ott Josua. A Zakariás könyvében olvassuk. És a vádló folyamatosan vádolt, hogy nézd! És tudjátok, mit látunk ott a történetben? Hogy Isten angyala, Jézus Krisztus, odalépett Josua mellé. És azt mondta, hogy vegyétek le róla ezt a ruhát, és adjatok rá hófehéret. És ezt nem a trónról mondta el Jézus, öltöztessétek át, hanem odaállt Josua mellé. Odaállt mellé. Szorosan. Ezt tette Jézus a megtérésünkkor is, amikor odaállt mellém, és azóta is odaáll mellénk erősen. Ő a miénk. Ő odaáll értünk. Ma is. Akármilyen az öltözékünk, akármilyen szennyesnek is érezzük magunkat. Ő kiáll értünk. Mert ő mindannyiunkért az életét adta váltságul. Egy olyan csodálatos evangéliumunk van. Egy olyan Isten képviselünk, aki minden emberért odaadta a fiát. És azt szeretné, hogy mindenki üdvözüljön. De hogy fog ez az üzenet eljutni az emberekhez? Nézzétek, Pál mit írt Timóteusnak. Ezért rendeltettem hírnökül és apostolul. Igazat mondok, nem hazudok, hogy hitre és igazságra tanítsam a népeket.
Pál azt mondja, hogy na, én ezt az evangéliumot hirdettem. Erre hívott el engem hírnökül és apostolul. És később azt mondja, hogy tanítóul. Én a király hírnöke vagyok. Az ő küldötte, és én őróla beszélek. Egy olyan evangéliumot hirdetek, ahol Jézus a megváltó, és nincs más út az atyához. Csak is ő. Szerintem Timóteusnak annyira sokat segített ez a nézőpont, hogy na, ez az én fókuszom, Timóteus, te is ezzel foglalkozz. Én Jézusról szólok, és róla is, mint a megfeszítetről. Olvassuk más helyen Páltól. Én szeretnék egy kicsi időt hagyni most, hogy közösen imádkozzunk, mert arról van szó, ugye erről beszélt Pál, hogy a közös alkalmaitok legfontosabb része, hogy elsősorban, hogy imádkozzatok minden emberért. És az az imánk alapja, ami a kereszten történt, amiről itt eddig beszéltünk. Ezért imádkozhatunk minden emberért. Isten megtérésre szánt embereinek listáján minden név ott van. Én szeretném, hogy ő megtérjen, mondja Isten. Szóval szeretném, ha közösen imádkoznánk, és még egy dolgot szeretnék a szívetekre tenni, az, hogy ha Jézus önmagát adta értünk, nem csak valamit adott, hanem az egész lényét odaadta, akkor szerintem az a helyes, ha mi is önmagunkat adjuk neki. Újra. Mert néha az ember úgy érzi egyébként, hogy kicsit úgy hátrébb lépett, hogy én keresztény vagyok, adom az időmet, megyek vasárnap, imádkozom, de úgy olyan rutin. Olyan úgy elindult, hogy kicsit megy magától. De szerintem Isten sokkal többre vágyik ennél a velünk való kapcsolatban, az, hogy önmagunkat adjuk. Nem a dolgaimat, nem az időmet, nem a pénzemet, még csak nem is az életemet, hanem önmagamat. Szóval szeretném, hogyha imádkoznánk, és szeretném, hogyha csoportokban imádkoznánk. Hogyha kis csoportokat csinálnánk, nem muszáj, hogyha úgy vagy, hogy jaj, ne. De szeretném, ezek után, hogyha ezt a részt vettük, hogy mindenek előtt elsősorban imádkozzunk, akkor elsősorban imádkozzunk. És nem mondom meg, hogy miért imádkozzunk. Tehát, hogyha van egy olyan név most, ami így feljött, már egy elhangzott, vagy más, vagy helyzet, ha valaki szeretnék könyörögni, közben járni, hálát adni, akkor tegyük ezt meg együtt most. Egy olyan 5-10 perc, és utána lezárom, és utána beszélgethetünk, de az ima az legyen most erős, meg máskor is.
Hálát adunk, Uram, azért, hogy most imádkozhattunk. Imádkozom, hogy ez meg is maradjon, Uram, ez a közben járó hozzáállásunk. Segíts ebben, Uram, hogy mindenek előtt tudjunk imádkozni minden emberért. És konkrétan így a lelked vezetését kérem a hétre, hogy jutasd eszünkbe ezeket az embereket, az ügyeket, a dolgokat. Tudom, hogy ma sokunknak fellendült az ima élete, így ekkor a baj láttál, de így nem csak a bajban szeretnénk jól imádkozni, hanem szeretnénk hozzád sokszor beköszönni imával, Uram, kéréssel, hálaadással, könyörgéssel. Kérlek, áld meg a gyülekezetet, legyen ez a hét a te kegyelmedbe fogadott mindannyiunknak, és áldj meg minket Jézus Krisztus nevében. Amen.